Csak úgy, mint 10 éve, most is az opera eredeti változata kerül színre, amely Stockholmban játszódik. A főszereplő harmadik Gusztáv király palotájában kezdődik és végződik a történet. A nyitányra balettet komponált Sólya Ádám koreográfus. A jelmezek az alapszínekre, kékre, sárgára és pirosra épülnek. A méretek pedig természetesen óriásiak. Ahhoz, hogy én itt mondjuk odaszaladjak a 10 perces duett elején Améliához, ahhoz le kell fussak egy 100 méteres síkfutás távját. A produkcióban sok erős világítási effektus szerepel. Ulrika, a jósnő pedig föltámaszt egy lányt, akinek a szívébe kést szúrtak. Wiedemann Bernadett már 10 éve is énekelte itt ezt a szerepet. A szerelmes párt Rálik Szilvia és László Boldizsár, a férjet, aki megcsalatva érzi magát, Anatoli Fokanov énekli. Oszkárként Szeged fölfedezettjét, Szemere Zitát láthatjuk, hallhatjuk. Akit érdekel a jó zene, vagy aki szereti a látványt, aki hisz és értékelni tudja, hogy Magyarországon igazán remek operaénekeseink vannak, nemzetközi szintűek, az jöjjön el és nézze meg, mert nem fog csalódni. Az utolsó báli jelenetben színre siklik a gyönyörű olimpiai bajnok német műkorcsolyázónő Katarina Witt is. A korcsolyázása sokféle hatásával sokszor olyan, mint egy opera, de egy opera előadásnak még soha nem voltam részese. Verdi állarcosmáriát pénteken és szombaton este láthatja a Domtér közönsége.